40 szabad férőhely van a szabadkai befogadó központban. A migránsok többsége a Szabadka környéki erdőkben, illegális táborokban bujkál. Onnan próbálnak meg éjszakánként átjutni Magyarországra. Amikor tavaly július 2-án az első fegyveres konfliktus történt a makhetesi erdőben, Köblös György akadt rá az egyik sebesültre és hívta a rendőrséget. Azt mondja, most is rengeteg a lőfegyver az erdőben. Ahogy napom, hát biztos, hogy vannak mivel üldöznének. Még hozzá gépfegyverek. Hát akkor olyan, mint hogy háború lett volna. Nem hivatalos információk szerint ismét egyre több a migráns Szabadkán és környékén. Számuk most nagyjából mintegy 1000-re tehető. Úgy tudjuk, hogy a szabadkai befogadóközpontban jelenleg valamivel több mint 200-an tartózkodnak, és egyre többen vannak a szerb-magyar határmenti erdősávokban is, illetve információink szerint a migránsok ismét megjelentek a szabadkai és környékbeli magánszállásokon is. Szabadkán egyeztetést tartottak az állami szervek, a közvállalatok és a civil szervezetek képviselői. A tervek szerint ugyanis a szerbiai belügyminisztérium munkatársai hamarosan megkezdik a szabadkai erdőkben található illegális migránstáborok teljes felszámolását és elbontását. Ezt követően kezdődhet meg a hatalmas mennyiségű szemét begyűjtése és az ökoszisztéma helyreállítása. Cijela procedura i na koji način ćemo doći naravno i do sredstava za ovakvu jednu akciju, da li ćemo da konkurišemo kod međunarodnih donatora, da li će tu biti i gradska uprava uključena i druga javna preduzeća zajedno sa civilnim sektorom, znači to ćemo vidjeti, ali ovo je jedan ozbiljan posao gdje treba da se odrade mnogi koraci da bi se došlo do realizacije. Vagyis előbb be kell gyűjteni az erdőkben megbúvó migránsokat. Mislim da smo ovako svi zajedno na sastanku zaključili da smo spremni da uđemo u jedno takvo rešavanje i da pokušamo da budemo kao jedna radna grupa opredeljeni svi za isti cilj, a to je da na prostoru Subotičke šume nemamo otpada, ali također i zajednički cilj je da nemamo ni migranata na prostoru Subotičke šume. Az északbácskai körzetvezető hozzátette, addig nincsenek teljes biztonságban a szabadkai polgárok, amíg a környékbeli erdőkben akár egyetlen fegyveres migráns is jelen van.